Hi, my name is Dina. Welcome to Dina Me Design YouTube channel. I host surprise crochet course and you are also going to find tons of completely free crochet tutorials on my channel. Today's video is the next surprise call, the spring surprise call. These are the colors we are going to need: yellow, white, green. It's not very important which shades of yellow or green are you using. You can choose the one you like. And we are also going to need red and black yarn. I always use amigurumi yarn, which is 500 grams and 125 meters. And the crochet needle I use is 2.5 millimeters. And we are also going to need scissors. And of course, some fiber fill. And if you have everything, then you are ready for the Dina Me Design Surprise Call Spring Edition 2023. This video is going to be in Hungarian, but is fully subtitled in English. And also at the left side of the screen, you can read the written pattern in English terms. Thank you for joining my video. I hope you are going to enjoy. Now I'm going to switch to Hungarian. Sziasztok! Én Dina vagyok. Hatalmas nagy szeretettel üdvözöllek benneteket a Dina Me Design YouTube csatornán, a meglepetés horgolások és különböző szezonális cukiságok csatornáján. Még igazából ki sem hűlt a mi horgolós székünk, de már is belecsapunk a következő meglepetés horgolásba, ami a tavaszi meglepetés horgolás lesz, a 2023-as tavaszi meglepetés horgolás. Amit most fogunk horgolni, az egy olyan valami lesz, amit fogsz tudni használni nagyon sok területen megint. Tehát lehet egy kedves ajándék, lehet egy lakásdísz, tökéletes lehet például majd ballagásokra, vagy egész egyszerűen csak díszítheted vele a kedvenc részét a lakásodnak. Azért különleges ez, mert ez a minta, amit most megosztok majd veletek, ez tökéletesen alkalmas zseníliafonalra is, tehát minden, amit most meg fogunk majd horgolni az elkövetkezendő három részben, mert hogy három részes lesz, az meghorgolható zseníliafonalból, és tökéletes lesz az eredmény úgy is. Ma hétfőn 18:00-kor kikerül az első rész, a második rész szerdán 18:00-kor, az utolsó rész pedig pénteken 18:00-kor. Hogy melyik részben mire lesz szükségünk? Összesen az egész meglepi horgoláshoz ezekre a fonalakra lesz szükségünk: feketére, sárgára, zöldre, fehérre és pirosra. Hogy a sárgának és zöldnek melyik árnyalatát használod, az nem fontos. Tehát használhatsz élénkebb sárgát, használhatsz sötétebb zöldet, ahogy azt te szeretnéd. Jó? A fehér színt pedig lehet helyettesíteni akármilyen másik színnel, amit szeretnél. Tehát ez lehet egy rózsaszín, lehet egy narancssárga, lehet egy élénkebb citromsárga, lehet egy kék, lehet egy lila, amilyet szeretnél. Jó? Tehát itt ebben nem fog számítani a szín. Mindegyik fonal katánia fonal 50 g per 125 méteres. A hozzávaló horgolótű 2,5 mm-es, szükségünk lesz még egy hegyes ollóra, tömőanyagra, és majd meglátod a végeredményt, elképzelhető, hogy szükséged lesz drótra is. Jó? Amennyiben pedig zseníliából szeretnéd alapvetően elkészíteni az egész folyamatot, ugyanezekre a színekre lesz szükség, és hát szerintem nagyon boldog leszel az eredménnyel. A mai részhez szükségünk lesz a sárga fonalra, a feketére és a pirosra. És szerintem most mindent megbeszéltünk, de mielőtt belevágnánk a videóba, szeretnélek emlékeztetni rá, hogy a Magyar Amigurumi Tervezők csoport havi témája a magyar dizájnerek horgolmányai, a magyar dizájnerek mintái. Mindenféleképpen szerettem volna beszállni ebbe az akcióba én is, úgyhogy a mintáimat egész május hónapban, minden mintámat, egész május hónapban 15% kedvezménnyel tudod megvásárolni. Amennyiben valamelyik mintám tetszik, például itt van nekünk a napocska zenedoboz, itt van nekünk a bölcsbagoly, itt van nekünk a tavasztündér, de vannak cuki sünieim is.
Van nekünk királylányunk is, de akár pingvin mintát is választhatsz. És ne feledkezzünk meg a mágneses mintáimról. A 15% mindenre vonatkozik. Én ajánlom neked, hogy nézzél körbe a Facebook boltomban, és ha valami megtetszik, ne felejtsd el, egész május hónapban mindenre 15% kedvezmény jár. Most pedig csapjunk bele a mai videóba. Én a videóban a Katánia fonalat fogom bemutatni, de nyugodtan használhatsz zsenília fonalat is hozzá. A sárga színű fonal van ma terítéken, fogunk készíteni egy varázskört. A varázskörbe fogunk horgolni 6 darab egypálcás öltést. És ha megvagy a 6 egypálcás öltéssel, akkor bezárjuk a varázskört. Első és utolsó szemet tetszőlegesen összeköthetek egy kúszószemmel, de haladhatsz tovább spirálban egész nyugodtan. A következő sorban minden szemet szaporítani fogunk. És ha megvagyunk a 12 szemmel, akkor behelyezzük a szemjelzőnket. És haladunk is tovább, az első szembe fogunk horgolni egy darab egypálcás öltést, a második szemet pedig szaporítani fogjuk, és ezt a mintát megismételjük még 5-ször. És ha megvagyunk a 18 szemmel, akkor haladunk is tovább. A következő sorban fogunk horgolni egy darab egypálcás öltést, a következő szemet szaporítjuk, majd horgolunk 2 darab egypálcás öltést, a harmadik szemet szaporítjuk, és ez utóbbi mintát, a 2 darab egypálcás öltés és egy szaporítás megismételjük még 4-szer, és fog maradni egy darab egypálcás öltésünk a szemjelzőig, de itt majd becsatlakozom újra. Jó, és itt van nekünk az egy darab egypálcás öltésünk. És meg is vagyunk. A következő sorban fogunk horgolni 3 darab egypálcás öltést. A negyedik szemet pedig szaporítjuk. És ezt a mintát, 3 darab egypálcás öltés és egy szaporítás, megismételjük még 5-ször. És ha ezzel meg vagyunk, akkor folytatjuk is. A következő sorban fogunk horgolni 2 darab egypálcás öltést, a harmadik szemet szaporítjuk, majd fogunk horgolni 4 darab egypálcás öltést, és az ötödik szemet szaporítjuk. És ez utóbbi mintát, a 4 darab egypálcás öltés és egy szaporítás, megismételjük még 4-szer. És így maradt nekünk még 2 darab egypálcás öltésünk a szemjelzőig. Ha megvagyunk, jelenleg 36 szemünk van körben. A következő sorban fogunk horgolni 5 darab egypálcás öltést. 2, 3, 4, 5. A hatodik szemet pedig szaporítani fogjuk, és ezt a mintát megismételjük még 5-ször. És ha megvagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni 3 darab egypálcás öltést, a negyedik szemet szaporítjuk, majd fogunk horgolni 6 darab egypálcás öltést, 2, 3, 4, 5, és a hatodik, a hetedik szemet szaporítjuk, majd ezt a mintát, a 6 darab egypálcás öltés és egy szaporítás megismételjük még 4-szer. Majd
itt maradt nekünk még 3 darab egypálcás öltésünk a szemjelzőig. Most van nekünk egy 48-as körlapunk, és most fogunk horgolni 2 sor 48-ast. Ha megvagyunk a 2 sor 48-assal, akkor a következő sorban fogunk horgolni 6 darab egypálcás öltést. 3, 4, 5, és a 6., a 7. és a 8. szemet pedig fogyasztani fogom, és ezt a mintát megismétlem még 5-ször. Jó, és hogyha ezzel megvagy, akkor a következő sorban fogunk horgolni 5 darab egypálcás öltést. 6. és a 7. szemet pedig fogyasztani fogjuk, és ezt a mintát megismételjük még 5-ször. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni 4 darab egypálcás öltést. Az 5. és a 6. szemet pedig fogyasztani fogjuk. Majd ezt a mintát megismételjük még 5-ször. Jó, majd folytatjuk tovább. A következő sorban fogunk horgolni 3 darab egypálcás öltést, a 4. és az 5. szemet pedig fogyasztani fogom, és ezt a mintát megismétlem még 5-ször. És ha megvagyunk, akkor így nézünk ki. Jó? És elvághatod a sárga fonaladat, de ne dolgozzad el a szálat, jó? Tehát nem kell hosszú véget hagyni neki. Egy rövidke kis véget hagyva elvághatod, de a szemet, ezt itt ne dolgozzad el. Ilyenkor, amikor félreteszem, akkor beszoktam húzni a szemjelzőmet, és itt egész biztos, hogy nem fog tovább bomlani. Jó, és akkor jöhet nekünk a piros fonalunk. Piros fonalból fogunk készíteni egy varázskört. A varázskörbe fogunk horgolni 6 darab egypálcás öltést. Jó, hogyha ezzel megvagyunk, akkor bezárjuk a varázskörünket. Első és az utolsó szemet összekötöm egy kúszószemmel, de haladhatsz tovább spirálban is. Jó, a következő sorban minden szemet szaporítani fogunk. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor behelyezzük a szemjelzőnket. A következő sorban fogunk készíteni 3 szaporítást. 1, 2, 3. Majd fogunk horgolni 3 darab egypálcás öltést. Majd ismét horgolunk 3 szaporítást. Majd ismét horgolunk 3 darab egypálcás öltést. És így egy ilyen kis ovális lapocskát kaptunk, ami tökéletes. Most fogunk horgolni 2 sor 18-ast. És ha ezzel megvagyunk, akkor tulajdonképpen ez a rész kész is van. El
Elvághatjuk a fonalat, nem kell hosszú véget hagyni neki, csak annyit, amivel majd el fogjuk tudni dolgozni. A szemet is eldolgozhatjuk. Kivetjük a szemjelzőt, ezzel meg vagyunk. És jöjjön a fekete rész. Jó. És a fekete résszel tulajdonképpen az első három sort a piros mintából meg fogjuk ismételni. Tehát készítünk egy varázskört. A varázskörbe fogunk horgolni 6 darab egypálcás öltést. Akkor a 6 darab egypálcás öltéssel meg vagyunk, akkor bezárjuk a varázskörünket. Én az első és az utolsó szemet összekötöm egy kúszószemmel, de ez tetszőleges. Következő sorban minden szemet szaporítunk. És a következő sorban fogunk horgolni 3 szaporítást, 3 egypálcás öltést, 3 szaporítást, 3 egypálcás öltést. És ha ezzel meg vagyunk, akkor az első szembe fogunk horgolni 1 darab egypálcás öltést, majd a hozzánk közelebb eső felébe a szemeknek fogunk horgolni 6 darab egypálcás öltést. 1, 2, 3, 4, 5. És a hatodik, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor megfordulunk. Az első szemet kihagyva, a másodiktól indulva fogunk horgolni 5 darab egypálcás öltést. 2, 3, 4, és az ötödik, ha ezzel meg vagyunk, megfordulunk, akkor az első szemet kihagyva, másodiktól indulva fogunk horgolni 4 darab egypálcás öltést. És ha megvagyunk, megfordulunk, ismét horgolunk 4 darab egypálcás öltést. És ezzel megvagyunk. Amire figyeljünk oda, az az, hogy el fogjuk vágni a fonalat, de hagyjunk neki hosszabb véget, tehát egy körülbelül ilyen 20 centis vég, az maradjon. Jó, majd elvágjuk a fonalat, és megvagyunk a mai résszel. Na nézzük, hogy mit horgoltunk ma. Horgoltunk egy ilyen sárgát, egy ilyen kis piros buborékot, és egy fekete cipőtalpszerű valamit. Vagyunk a mai résszel. Talányos. Remélem, talányos. De ha van valami ötleted, akkor a komment szekcióban feltétlenül oszd meg velem, kérlek, hogy szerinted mit horgolunk most. A következő részhez hozzad magaddal a zöld fonaladat, tömőanyagot, és hát drótot, hogyha szeretnéd, majd meg fogod érteni szerintem a második rész meghorgolása után, hogy mi ez a drót dolog, vagy nem drót dolog. Meg fogod érteni mindenféleképpen szerintem. És tulajdonképpen le is zárnám a mai videót. Ne felejtsd el, hogy egész május hónapban az összes dinami mintára 15% kedvezmény jár. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma velem horgoltál. Remélem örömmel tetted. És nagyon nagy szeretettel várlak a szerdai részhez is, ami szerdán 18:00-kor fog kikerülni. Közben, ha szeretnéd, akkor az eredményedet megoszthatod velem, és a többiekkel. Nagyon szívesen látjuk mindenkinek a munkáját. Köszönöm, hogy ma is velem horgoltál. Legyen csodálatos napod! Szia!